Vezetés új megvilágításban. Több évtizedes tapasztalat, gazdag referencia, kivételes géppark, akár extrém bontásokhoz is. Bontás az építés szolgálatában. Landbau Kft. Számos autófényező üzemben az Industriplan Kft. Készítette a fényezőműhelyt. Többek között a Schiller Opel, a Duna Auto Zrt., valamint a repülőgép alkatrészek felületkezelésével foglalkozó Aeroplex Közép-Európai Kft. A Dino Sporthíradó szakmai partnere, a Magyar Taekwondo Szövetség támogatója, a KVON. Sportosat. Híradónk vendége Marosi Ádám, olimpiai bronzérmes, öttusázónk. Szervusz, üdvözöllek! Üdvözöllek én is. És akkor rögtön csapjunk is bele, ugye kint voltál Rióban az olimpián is, ahol végül is 12. helyen végeztél, ugye? Jól tudom, jól jegyeztem meg ezt a számot. 12, ez jó sok szám, ez már 12-ig elszámolni. De hogyha szétlasztod, akkor van egy 1-es, még egy 2-es, tehát az a kibékültem volna. Igen. Azt nyilatkoztad, gondolom rögtön nem sok a olimpia után, hogy volt egy szörnyűséges csütörtököm, amit senkinek sem kívánok. Hát lehet, hogy mondtam miért ott rögtön hirtelen a verseny után. Hozzáteszem, azért nem volt egy egyszerű feladat úgy nyilatkozni, hogy ilyen eredményt értem el, és azt egyébként a többi sportoló is, én úgy láttam, mindenki küszködött ezzel, hiszen ott rögtön nem egy cselgáncsos láttam, ugye könnyével küszködtek a lányok, és akkor rögtön odadugják a ember elé a mikrofont, úgy nem könnyű. Hát igen, a judósoknál azért nagy égés volt, mert csak az árajelben mindössze egyetlen egy judós tudott az éremért küzdeni. Egyetlen egynek jutott meg az a lehetőség, hogy éremért küzdjön, ugye Ungvári Miki, de neki sem sikerült, ötödik lett. A többi magyarnak még ez sem adatott meg, hogy egyáltalán éremért küzdhessen a tatamin. Úgyhogy érthető volt a bánat, szomorúság, hiszen nem erre számítottak, három éremre számítottak. Hát a magyar öttusa is azért másra számított, és én is másra számítottam. Azt nem tudom, hogy nekem a kombinált szám előtt mennyire volt esélyem az érmeké küzdeni. Az egy beszédes szám, de hát ez most megint olyan, hogy magyarázom a bizonyítványomat, de tény. A második 800 méter után, tehát körülbelül a kombinált számnak a felénél a negyedik vagy ötödik helyen futottam be a lőállásba, és azt a francia gyereket hagytam ott éppen a lövészet előtt, közvetlen, aki végül is negyedik lett, és épp, hogy egy másodperc lett, csak negyedik is csúszott le a dobogóról. Én nem szeretek úgy beszélni erről, hogy ha meg hát ha, mert ugye a sportban ilyen nincsen. A tény az, hogy 12. lettem. A tény az, hogy globálisan a magyar csapat, bár ugye 8-szer ennyire nem született, azért én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok sportágban benne maradt eredmény. Az, hogy az előbb említetted, de ugye a judósokat, a birkózókat is ide sorolnám, azért pontozásos sportág, való igaz, hogyha odaverem, odavágom a másikat a földhöz, akkor ott nincs miről beszélni. De itt valahogy most nem ment ugye a magyar csapatnak, mint 4 évvel ezelőtt. Ez egy teljesen más olimpia volt, már eleve, hogyha abból indulunk ki, hogy amilyen beharangozása volt ennek a riói olimpiának, Zika vírustól kezdve nem volt kész a szállás, és az ausztrálok kimentek, és rengeteg olyan mizéria megzavarta tulajdonképpen a dolgot, hogy hiába mondtuk azt, hogy nem baj, még kimegyünk, minden jó lesz, azért ez nem volt London, sem szervezésben, sem pedig hangulatában, más volt. De ettől függetlenül még úgy gondolom, hogy lehetett volna pozitívan, illetve pozitívabban akkor szerepelni. Jól éreztük? Bocsáss meg, mi itthon néztük, és nekünk nagyon furcsa volt ez az olimpia. Hát, ez egy kifejezés. Feelingre egyszerűen ezt nem tudtuk hová tenni, mert nem ezt szoktuk meg, amit úgy kapunk tévén keresztül. Ez most ömlesztett sportot kaptunk, de nem olimpiát. Nem tudom, érthető volt-e. Én az első egy-két nap követtem az eseményeket, és akkor én meg kellett húznom egy vonalat,
mert én abba beleürültem volna. Tehát, hogyha most én ugye én a második felén szerepeltem, sőt az utolsó egy-két nap volt a maga az ötusa, nyilván ilyenkor mindig a végén, illetve a felénél szoktunk kiutazni, óhatatlanul is bele-bele pillant az ember, és hogyha nem figyelek oda, akkor elvisz engem a hív, és akkor egész nap azt nézem. Ez úgy gondolom, hogy nem helyes, vagy legalábbis az nekem nem jó. És valóban is éreztem azt, hogy olyan érdekes volt, olyan furcsa volt, és amit te is mondtál, és rengeteg embertől kapta meg, hogy ez most, és nem akarok senkit megbántani, nem olyan volt, mint 4 éve. És itt most gondolhatunk a szervezésre, a közvetítésre, a sportolókkal folytatott kommunikációra, versenyek előtt, versenyek után. Nem tudnám én sem megmondani pontosan amiatt, de teljesen más de volt. De nem ezen múlt, hiszen a víváson múlott neked, ahogy hallottam. Csütörtököt mondtam egy csütörtöki napon. Így van. Ezek szerint akkor nem szeretted az öttusát csütörtökön? Én minden nap szeretem az öttusát, ez abszolút jogos ez a kérdés. Ugye, mert Barcó annyira... András idézete miatt vetettem ezt csak föl. És pedig? Hát ugye a lényeg az, hogy szeresse az ember, amit csinál, ha szeretve csinál a vívást és az öttusát, akkor az eredmény majd jön magától. Ezt Barcó András után mondtam szabadon, de ő biztos, hogy más szavakkal mondta, de nagyjából az ő gondolata. Tehát ő... ezért, akkor csak jogos, akkor csütörtökön nem szerettem az öttusát. Hát, pénteken már nézd, igen. Előtte 4 héten keresztül minden csütörtökön csináltunk egy olyan körvívást, amikor ezt modelleztük. Tehát magyarán igen. Én szóltam 10-11-12 öttusázó társamnak, akkor még Tatán edzőtáboroztunk az első 3 hétben, ott még ott voltak a vívók, 1-2 vívó is besegített, és tulajdonképpen ilyen forgószínpadszerűen én bekötöttem egy pástra, és folyamatosan váltogatták egymást az ellenfelek 35 asszon keresztül, úgy, mint hogyha az olimpián lennék. Ezt folyamatosan bővítettük olyan dolgokkal például, hogy mert így körülbelül 1 óra alatt lezavartam az egészet, mert folyamatosan jöttek az emberek, én nem kértem pihenőt, viszont az öttusába, hátavéve a másfél percenként jön egy asszó. Az utolsó ilyen gyakorlatnál, jól emlékszem rá, a sportcsarnokban vívtunk, ott már nem voltak vívók, csak öttusázók voltak, és ott próbáltuk betartani ezt az időkorlátot, ott már a Bence is csatlakozott ez a feladathoz, és tényleg olyan volt az egésznek a hangulata időben, és mindenhogy, mint hogyha az öttusa verseny, öttusa víváson lettük volna. Még az időbeosztás is olyan volt, hogy ilyen este 6-7 óra tájékán kezdtük el, pontosan azért az időeltolódás miatt, hogy nagyjából az idő az pontosan a Rióhoz volt belőve, de hát úgy látszik, hogy ez túl kevés volt, vagy lehet, hogy túl sok. Lovaglás mindenesetre jól sikerült. Sokan megdicsértek, én még nem néztem vissza a pályát. Egyverő hibád volt azért? Egyverő hibám volt, a másik számugrást azt levertem. A lovas edzőm szerint azért történt ez, mert hogy nem mentem bele eléggé a levegőben. Tehát ugye nyilván a ló mikor ugrik, akkor vele együtt kell mozogni, vele együtt kell mozdulni, adni kell neki a szárat, ugye, hogy kéri, nyúlik a nyaka. Te meg egy kicsit befékezted, egy kicsit a levegőbe? Én ugyanúgy éreztem az összes többi ugrást. Kellemetlen lovaglású ló volt egyébként, tehát nagyon-nagyon egy kis termetű ló volt. Ahhoz képest, amilyen lovakon szoktunk menni, és amilyen lovak szoktak lenni versenyen, és nagyon-nagyon kicsi volt a galopja, tehát nem olyan szép nagy váltógrásai voltak, hanem ilyen kis darálos ló volt. Ami mi ezt varrógépet szoktuk hasonlítani, azt szoktuk mondani, hogy egy varrógép úgy mennek viszont ezek a viszont meglátta az ugrást, és így húzott rá, és akarta az ugrást, és azért ez a nagyon jó érzés, amikor a ló, tehát nem bíztatni kell, hogy gyerünk, ugorjál, hanem akarja. Ez jó, igen. Úgyhogy ebből a szempontból megtaláltuk az összhangot. A bemelegítés során volt egy olyan ugrás, ahol majd én beosztom a lónak, és nem engedem rárontani az ugrásra, és akkor azt ott le is vertük. És akkor azt ott rögtön konstatáltam, hogy nem, akkor ezt el kell felejteni. A ló közölte veled, majd én megmondom, hogy mit csinálunk. Az a járató út, hogy tényleg szépen finoman rángedem az ugrásra, csak kicsit megtartom elő ott az szárat, és akkor ugrik abban. Okos ló volt akkor, nem? Közölte veled, majd én megmondom. Én vagyok a főnök, nem te. Nem csak okos volt, hanem nagyon képességű. És alapjában véve, attól függetlenül, hogy itt születtek olyan lovas eredmények, amik hogy mondjam, sok verőhiba, esések, tömkelege, a nagy versenyzők szálltak el, és ott a lányokra kicsit áttérek. Ugye a Léna Sönneborn, aki 2008-ban nyerte az olimpiát, a Laura Lasszadóeszkájtja, a litván lány, aki olimpiai bajnoki címvédőként érkezett Rióba, és tulajdonképpen a létező összes verseny megnyerte eddig, tehát ő nyert világbajnokságot a 20-valanyedik helyről fölfutva. Ő a Tolony Magasan mezőny legjobb kombinált számosa, és ő is elszállt a lovaglásban.
Ettől függetlenül én kimerem jelenteni, és bátran vállalom azt bárkinek, bárhol, bármilyen szituációban kijelentem, hogy ilyen lóállomány nem igazán volt még öt tusa versenyen. Ennyire jó. Ennyire jó. Tehát egy kicsit másfajta mentalitást és másfajta felfogást igényelt ez a lovaglás, mint amit általában az öt tusa versenyeken. Lehet, hogy ez agyban nem sikerült átállni a lovasoknak. Lehet, hogy ez volt a problémájuk. Nem? Hogy ez másfajta lovaglást igényel. Másfajta lovaglást, egyébként nagyon csalók a dolog, hiszen a világkupa döntőn, ami szintén egy 80 pontos verseny, tehát hogy értsék a nézők is, 80 pontos verseny az a legkiemeltebb, abszolút A-kategóriás verseny, innen a világbajnokság, a világkupa döntés, az olimpia. Ugye idén volt világbajnokság, volt világkupa döntés, volt olimpia. Az olimpián volt ugye 120 cm-es pálya, a világkupa döntőn 60-70 cm-es pálya volt. Uh-huh. Nyilván mindig a lovaknak a képességéhez építik a pályákat, de nagyon sokan verseny valami méltatlan egy világkupához, egy világkupa döntőhöz, és éppen ezért egy viszonylag csekélyebb és kisebb lovas tudással a világkupa döntő jól lehetett szerepelni a lovaglásszámban, de oda egy olimpiához ez kevés. Uh-huh. És itt szerintem a mezőnynek a eléggé nagy része, itt sajnos az elmúlt években rengeteg olyan lovaspálya volt, ami nem ütötte meg azt a szintet, amit régebben megütöttek, uh-huh. vagy amit meg kellene ütni. Hát mert most mondod, hogy 60-70 magas pálya. 60-70 centis pálya volt. Ez ilyen póniklubos elnézés, póniklubos pályák. Igen, ezek. De vannak azok az országok, akik nem engedhetik meg maguknak azt, illetve nincs olyan hagyománya, vagy éppen azon a régión, Floridában uh-huh. volt a világkupa döntő, lehet, hogy a környező 500 kilométeren belül nem volt olyan lovasklub, és ezt el tudom képzelni, Amerika hatalmas, uh-huh. és nem mindenhol magas a kultúrája a díjugrató sportágnak. Igen, igen, igen. Lehet, hogy nem tudtak olyan lovakat szerezni, és tulajdonképpen ez lett a vége, hogy itt évről évre nagyon-nagyon kevés olyan öttusa verseny van, ahol a lovaglás megszórja a mezőnyt, és az olimpia pont egy ilyen volt, és szerintem úgy voltak vele az öttusázóknak a java része, hogy most kevesebb figyelmet és energiát fordítanak a lovas felkészülésre, és majd lesz valahogy, de hát az olimpia ez nem engedte. De akkor most mire kellett volna itt figyelni? Például neked vívásra? Hogy hát egyértelmű. És nekem évek óta mumusom, és évek óta beszélgettünk erről, és évek óta hát mondom, évek óta már nyomulsz ezen a víváson. Nyomulok ezen a víváson, és konkrétan most az volt a probléma. Egyébként tehát a felkészülés nagyon sikerült. Említettem ezt a 4 darab versenyszerű vívást. A legrosszabb eredményem az 20 győzelem, 15 vereség volt. De általában éve ilyen 21-22-23 győzelmeket én gyűjtöttem. Most 16 győzelmem volt az olimpián. Jó, itt voltak olyan ellenfelek, akik azért magasabb szintet... Mindegy, de azok negatív, mert viszont 19 vereséged volt. Így van. És rögtön az elején ment el a történet, 3 győzelem mellett volt 10 vereségem. Ez ott az első harmadban. Uh-huh. Lopva felpillantottam a táblára, és láttam, hogy 35. helyen állok. Egyetlen japán srác volt mögöttem 2 győzelemmel. Uh-huh. Hát... Mire gondoltál? De elkezdtem fohászkodni, de tényleg a jó Istennek, hogy most segítsen meg, mert egy rövid zálat volt. Annyira szerettem volna nyerni, annyira akartam a győzelmet, és elfelejtettem azt, hogy vívnom kéne. Tehát meg kell találni ezt az állapotot, amikor laza is vagyok, de koncentrálok is. Uh-huh. Le akarom gyilkolni az ellenfelet, de mindezt egy olyan kellemes, jól eső belső nyugalommal. Tehát ez egy ilyen nagyon-nagyon érdekes állapot. Valaki flónak hívja, valaki áramlatnak hívja, ugye flow az áramlat. Igen. Magyarul. Ez egy ilyen, a balcondás erre azt mondta, hogy ez egy áldott állapot, amikor úgy minden jön magától, és minden történik magától. Sajnos rég voltam én állapotban vívás szempontjából. Kecskeméten például idén, amikor másik lettem vívásba, ott valami hasonló volt. Tehát ott, pedig ott is rosszul indult, hiszen a selejtezőbe éppen, hogy bejutottam a döntőbe, nagyon rosszul vívtam, majd a döntőbe valamit bekapcsoltam az agyamon, és akkor ott át tudtam ezzel lendülni. Itt is át tudtam lendülni, tehát nem volt ezzel probléma, csak az a mínusz 7-es széri, az a 3 győzelem 10 vereség. Innentől 10-ből egyszer sikerül úgy kijönnöm, hogy pluszba, illetve 900 pont környékén, ami 20-21 győzelmet jelent. Sajnos ez most elúszott. A kapitány, Pálvölgyi Miklós mit szólt az eredményhez a végén? Hát nagyon sajnálta, mert tudta, hogy milyen állapotban voltam, és tudta, hogy mennyit edzettem erre. Tehát, és ez látszott is rajtam, tehát rendben voltam fizikálisan, mentálisan is rendben voltam, tehát amikor kiutaztam, akkor is oké volt minden. A verseny előtt másfél nappal
Kedden reggel már úgy ébredtem, hogy kicsit olyan stresszes voltam, szerdán is. Csütörtökön reggel meg hát gyerünk már, menjünk már, csináljuk már. Rásul előttünk a lányok vívtak, az összes edző, aki létezett az öttusában és kim volt a faluban, ők már mind elmentek. Én még egyedül malmoztam ott az apartmanban, és vártam a 12-20 percet, amikor ment ki a buszunk a versenyre. Tehát, és folyamatosan pörgettem magam, és jöttek a pozitív energiák, és tényleg éreztem azt, hogy most akkor, és elhittem, és tudtam, ez az én napom, csak egy kicsikét több higgadság kellett volna. Egy picikét több higgadság, ebből jön a türelem, ebből jön az, hogy játszok a páston, tehát minden abból fakad, hogy laza, lazaság, lazán. És akkor most hogyan tovább? Abba hagyott, kész, nem, vége? Nem, biztos nem fog ma vagyni. Előbb kérdezted a Pálvegyi Miklóst, hogy nem értékelte. Eddig nagyon sokszor megkaptam tőle azt, hogy én már idős versenyző vagyok, tehát nyilván sokkal, de sokkal kevesebb van előttem, mint ami mennyiség van mögöttem. Tehát itt már nem 10 évekbe kell számolni az én pályafutásomat, hanem sajnos pár évben. És nagyon sokszor mondta azt, hogy már idegileg, agyilag elfáradtam, hogy nem biztos, hogy ezt nekem kéne csinálni, de sosem úgy, hogy én most hagyjam abba, hanem csak hogy úgy gondoljak át nagyon sok mindent, és ő volt az első, aki azt mondta, hogy most viszont ő mondja azt, hogy ne hagyjam abba, és ezt én is éreztem, tehát saját magam miatt így nem lehet. Viszont a kapitány abba hagyja, Pálvölgyi Miklós. Igen, nem? Én nem tudom, hogy ő mit csinál, tehát... nem mondta? Egyszer-kétszer találkoztunk. Hogy az olimpia lesz a utolsó nagy tudom. Menete? Hát nyilván szerintem azon... De csak a pletykák erről szólnak, nem biztos. Ha lett volna egy érem vagy a lányoknál, vagy nálunk a fiúknál, akkor én úgy gondolom már mástól felállt volna. Uh-huh. Azt, hogy így... De voltak ilyen pletykák. Hogyan és miképpen akarja folytatni a kapitányságot, a kapitányságát, azt nem tudom. Nem osztotta meg veled nem, akkor. Nem, egyáltalán nem. Maradna is, meg menne is. Most úgy mindenki szerintem először így az első sok utáni felucsodásban van, mert sok volt, tehát ezt be kell látni, egy 12. 2 darab 17. hely és a Földházi Zsófinak a 29. helye. Hát nem, tehát rémálom. Kapott esetleg így utólag, hogy miért nem a kaszát vittek ki a Demeter helyett? Biztos, hogy kapott, de ő váltig állítja, hogy jól döntött. És nem az én tisztem meg eldönteni, hogy most jól döntött, hanem meghozott egy döntést, így alakult. Ezen már nem lehet változtatni. Robi, nagyon sajnáltam, mert nyilván átérzem a helyzetét, hiszen ha ez velem történik, akkor én is dős lettem volna, én is sajnáltam volna az egészet. De nem velem történt, hanem Robival, kész. És veled mi fog most történni ebben nem az tudom, évben? Nem fogsz tudom, még edzeni, vagy most pihensz? Persze, azért edzés az kell, tehát... ugye nálunk mindig a főverseny után van a nyaralás, ami most jelenleg esetben szeptember, de nem a nyaralás, hogy most külföldre utazom, mert az most nem fér be az életembe. Beiratkoztam egy angol nyelvtanfolyamra, 4 héten keresztül lesz egy intenzív nyelvtanulás. Uh-huh. Amikor csak itt reggel 8-ra mész, és akkor délután. És akkor délután 2-3-ig, akkor csak angol. Igen. Emellett hetente 3-szor kis úszás, 3-szor kis futás, de tényleg csak azért, hogy saját magamat szórakoztassam, mert azért a mozgás az hiányzik. 32 éves vagyok, elmúlt 25 évben azért a mozgás meghatározta az életemet. És a talóvaglás, amikor csak úgy kedven tartja, akkor meg van beszélve a lósedzővel, bármikor fölmetek Pasarétre, most az átköltözött az öttusa is tálló. Igen, mert most ugye a tatezárt felújítják, a nemzeti lovardát felújítják. Vadregényes környezetben magam ura vagyok, akkor azt a lovat vihetem ki, amihez kedvem van. És jársz ki terepre vele? Terepre sajnos nem, de ott a pasaréti lovardában, egyébként a Hidász utcában van, ott azért ott tényleg vadregényes matalát. Ez egy honvéd valamikor, nem? Régen az ott a honvéd lovard, aztán valahogy magánkézbe került, nem is tudom, hát a lényeg idővel az... minden átalakul, de régen ez honvédos igen, volt. A lényeg igen. Az, ma például találkoztam egy rókával. Csak azért ütött eszem, mert honvédos vagy, tehát igen. Végül is... Igen, ma találkoztam egy rókával, 2-3-szor is ott lakik egy róka, olyan kis aranyos történet volt, úgyhogy próbálom magam fölszívni, ismét újjászületni, mint a Főnix madár a saját hamvaimból. És hát ugye azt sem szabad elfelejteni, hogy én szerződéses katona vagyok. Ott is úgy néz ki, hogy komoly feladatokat fognak majd nekem adni. Úgyhogy rengeteg terv van bennem, rengeteg megvalósítandó dolog. De most... Mész a határhoz? Nem, oda azért nem fogok menni, Szentendre?
nem Szentendre, hanem a honvédelmi sportszövetségeket, illetve próbálják a sportot még jobban visszahozni a honvédség keretein belül, illetve próbálnak még több fiatalt megszólítani a sport által, hogy a katonaság mennyire jó dolog, és egyébként tényleg nagyon jó dolog, és ebben számítanak az én segítségemre. Én bízom benne, hogy egy jó együttműködés lesz, mert hát miért is lenne az. Tehát én gondolom, ez egy nagyon szép nemes ügy. És hát nem hagyom abba, folytatom. Azt nem tudom megmondani, hogy Tókióban milyen érmet fogok hozni, hogy általán ott leszek-e. Így van, ezt előbb kivettem a szavaidból, hogy mondtad, hogy egy-két év, tehát így most megnézed, hogy mit hoz az első két év, és akkor te majd eldöntöd, gondolom én, hogy most Tókió, persze, vagy nem Tókió. Tehát persze. Butaság lenne most kijelenteni, hogy igen vagy nem. Hát egy siker. És most nem világkupa sikerről beszélek, mert hiába voltam. Ezt mondjam, hogy te megérzed az adott versenyt, hogy most nem, így van? Persze. Ezt megérzed, hogy most van értelme, vagy nincs értelme? Azt azért látni kell, hogy a világ, azt, hogy én 16-szor vagy 10, nem is tudom, összesen tudom számolni, hány szóltam világkupán dobogon, nagyon-nagyon sokszor voltam. Ugyanolyan erősségű mezőny van a világkupán, mint egy VB-n. VB-n viszont csak kétszer voltam dobogós, és legutoljára 5 évvel ezelőtt, az nagyon-nagyon messze van. Olimpián 4 éve voltam dobogós. Azóta volt egy EB aranyom, de az EB-t sem úgy kezeli már sem az ötös a társadalom, sem pedig a magyar sportélet, hogy az egy világbajnoksággal egyenértékű győzelem. Úgyhogy nagyon-nagyon rég volt már igazán komoly siker nagy világversenyen. És ki vagy erre éhezve? Hát jó tenne most a lelkemnek, mondom őszintén. Tehát mikor lesz? Jövőre? Jövőre lesz a világbajnokság, szeptemberben Kajróban. Hát úgyhogy az sem itt van, és nem csak helyszínnek nincs itt, hanem időpontban is azért még jócskán van idő. Úgyhogy mondom, most rendezni kell a sorokat. Nősülés? Tudod, hogy magánéletről nem szoktam beszélni semmit. Úgyhogy hát ez egy bemutatós kérdés. Ha most olyan állapotban vagy. Nem tervezem még a nősülést. Hát köszönöm szépen, jól érzem magam. 30 felett vagy, tehát most hát, már... Balogh Gábor barátom 38 éves, sőt, mikor is nősült? 39 éves korában nősült. Úgyhogy én úgy gondolom, nem vagyok legkésőbb semmiről. Egyáltalán. Sport van mégis, tehát tényleg, tehát itt most nekem az elkövetkező egy-másfél hónapban azért ismét meg kell találni magam. Ismét szeretnék úgy kimenni az utcára, hogy nem az erőltetett mosoly és nem az a kényszeredett nevetés, amit mostában sokszor szoktak tőlem hallani, hanem az önfelett Marosi Ádám, aki vidám, bohém és jól érzi magát a bőrében. Erre még nekem azért várni kell egy kicsit. Hát már túl vagy egy-két olimpián, ezért zárásként. Mi történt a férfiakkal? Ez most egy teljesen véletlen helyzet, hogy itt a nők hozták a... Túl sok jelentőséget fordítanak, ez most egy olyan dolog... Nem kell ezzel foglalkozni. És volt olyan olimpia, amikor a nők voltak gyengék, akkor a nőkkel van probléma. Tehát itt azt hiszem Szóban a 11 aranyból, azt hiszem 11 arany volt. Hú, ez most ciki, nem tudom pontosan. A lényeg az, hogy a Martin Ekeny azt nyilatkozta, hogy hát igen, akkor 10 férfi arany volt és egy női arany volt. Most ugye ez a szám eléggé megváltozott. Azt azért tegyük hozzá, hogy a 6 aranyból ugye 3-3 egy-egy női versenyzőnek köszönhető, tehát ugye a Katinka nyert 3 aranyat és a Danuta. Eléggé sok köze volt a Danutának, ahhoz a másik két aranyhoz is, ugye nem csak ennyiben nyert. Nem kell ezt túl misztifikálni. Nekem ez a véleményem. Nincs baj a magyar férfiakkal, most volt egy rövid zállat, az élet az megy tovább. Csak hogy kevés sporták hozott érmet, viszont aranyat. Ha ezt nézzük, szándékosan nem akartam ebbe belemenni. Akkor már úgy már lehet, hogy probléma, ha nem is a nemekkel, hanem így. Szándékosan nem akartam ebbe belemenni, valóban ugye ez a beszélgetésünk elején mondtam, hogy ez nem magyar olimpia volt, és hogyha megnézzük azt, hogy mely sportágak hoztak, és ott hány érem volt, az aranyokat leszámítva, mit mondjak erre, nem London. Motorozol még? Honnan tudtad, hogy motorozok? Én mondtam neked az elején? Akkor még motorozol? Elszóltam magam, igen. Most lehet motoroznom. Most lehet motorozni, főleg úgy, azért, mert ugye egy darabig egész, meg volt tiltva. Egy darabig meg volt tiltva, és lehet, hogy talán ez hiányzott a siker, ez, hogy egy kicsit szabadságérzetet megkapjam. Hozzáteszem, nem vagyok egy örült az utakon, tehát én úgy gondolom azért valamilyen szinte hideg fejjel tudom kezelni a dolgot, van egy gyönyörű szép nagy motorom. Látjuk, hogy azt a Marosi vezeti? Akár a stílusából, nem, akár a dizájnból, vagy nem, valamiből? Nem, egyébként ez ő színű.
ezüst a bokósisakom, ezüst a kordura kabátom. Ezüst nyírat száguldozik. Hát igen. Amúgy meg az a Betsy, hogy fekete rigó, mert az a angol megfelelője, de nem akarok márkát reklámozni, ez nem is az a hely. Így van. De akkor nem lehet tudni, hogy éppen a Ádám de most szerintem Budapesten, hogyha bárki jár kell, akkor abszolút megérti, hogy miért is megyek most motorra, mert hát katasztrófa. Úgyhogy legalább odaérek mindenhova. Ha nem, akkor majd mész Lóháton. De jó is lenne az, de hát az sajnos... Az már nem jön vissza. Az már nem az idő. Pedig kipróbálnám. Mikor lesz saját lovod? Amikor veszek, és amikor lesz rá pénzem. A szerencsés helyzetben vagyunk, mi jöttusázók, hogy tényleg van most az Istállában 24 csodálatos állatunk, csodálatos lovunk. Jó, csak az mindenkié. Az mindenkié, de ugyanakkor mindenki megtalálja saját maga kedvencét, nekem is van kedvencem, van 3-4 olyan ló, amit különösen szeretek lovagolni, amit nagyon sokszor ültem a nyáron. Való mindenki a sajátjának érzi egy kicsit. Én úgy gondolom, egy ló az hatalmas nagy felelősség, tehát olyan nincs, hogy most én nekem most reggel nincs kedvem kimenni lovagolni, mert most éppen fáradt vagyok. Egy lóhoz minden, aki kell menni. Legjobb esetben minden, aki kell menni, persze van olyan, hogy az embernek közben jön valami, de egy ló azért egész embert kíván, és még nem tehetem meg azt, és nem is tartok ott az életemben, hogy egy ilyen életet éljek, de hát terve van. De persze. Tudjuk zárásként, most még a sport és a sport, ugye? Az van, a prioritás most nem, még a sport. Nem, rosszul mondtad. Öt tusa és öt tusa. Az a sport. Ja, jó, van öt tusa és van sport. Oké. Okay. Köszönöm szépen, hogy köszönöm szépen én is. További sportosat. A Dino Sport híradó autós partnere a Premium Autóház Kft.